Az Európa-pékség által kínált kenyerek kóstolása után Pintér Szilárd, a város polgármestere, kiválasztotta az idei év város kenyerét Dombováron. Az Európa-pékség a kiválasztott kenyér eladásából a következő egy évben befolyt összeget egy helyi civil szervezet támogatására fordítja. A helyi civil szervezetekre a város oldalán lehet szavazni augusztus 14-én 18 órától. Augusztus 20-ára minden évben megválasztjuk Dombovár város kenyerét. Nyilván szerencsések vagyunk, hiszen a városban működik több pékség is. Ugyanaz az elmúlt években száma már kopott, hiszen ma már csak 2 pékség működik, ahol sütnek is friss kenyeret. Ezek közül most már második éve a belvárosi pékség, az Európa pékség biztosítja ezt a terméket. Nagyon fontos, hogy ez egy egyéves együttműködést alapozunk meg ilyenkor, hiszen miután itt kollégámmal kiválasztjuk a tulajdonos ajánlásával együtt elfogadjuk, hogy igen, valóban ez az a kenyér, ami legyen 2023-ban Dombovár város évkenyere. Ma este elindítunk egy szavazást, ahol lehet arról szavazni, hogy a kenyér értékesítéséből befolyó vételárból, amelyet a tulajdonos minden évben jó szívvel felajánl, melyik civil szervezet kerüljön támogatásra. 2023. augusztus 20-án szentmisét követően a tavalyi győztes továbbadja a lapátot, átveszi az ajándékot, és nyilván indul egy gyűjtés újból, amivel a szavazatok alapján kiválasztásra kerül, 2024-ben kikapja meg ezt a támogatást az Európa Pékségtől. Nincs jelölés, a Dombovári civil tanács tagjai közül az összes civil szervezet jelöltként indul, és a közönség szavazza meg, hogy 24-ben kikapja meg ezt a támogatást. Gyakorlatilag ma este indul a szavazás, 17-ig, 8-ig lehet szavazni, kollégáim összesítik, és 20-án már meg is kapják a díjat, hogy ők 2024-ben fogják kapni azt az utalványt, amelyet az Európa Pékség számukra biztosít az értékesített kenyerek befolyt vételárban. A megválasztott kenyér egy fehér, búzalisztből kevés kovász felhasználásával készült formakenyér lett. A mai napon ezeket a terméket, amit hoztunk, lehet látni, van ez a ez is úgy nevezünk, hogy házi jellegű kenyér, de adalék nélkül. Ez ilyen lepényforma kenyér, ahogy leváltunk és megettünk, ez is adalék nélkül. Ez ilyen formás, ilyen van, ez fél kilós, ez francia, ez ilyen kiflis forma kenyér, ez tepszis, meg van ilyen virág, mondjuk ez virág forma. És ez ilyen tepszis kenyér, ami egy fél kilósból áll, és mindegyikből legyen egyforma a vágás, ne kelljen használni a kést, inkább akkor szoktunk így kézen, mert ez finom. A titka a kenyérnek nekem nem szabad árulni, mert ez maga a szó azt jelenti titka, de a mi kenyerünk 25 éve itt gyártunk Dombováron. És jelenleg is már több évre, és azt hiszem, hogy a leghíres pékség, aki már minőséget bizonyította, hogy jó minőséget gyárt, és a vevő érdekébe csinálja a dolgot, nem csak a saját. Az idei már a 6. alkalom volt, hogy szavazást indítottak a Városunk Dombovár Facebook oldalon. Ezen a közösségi oldalon augusztus 14-én 18 órától várják a szavazatokat arról, mely szervezet legyen az, amely a következő egyéves időszakban befolyt összegből támogatásban részesülhet.